Megtelt a kamaraterem ismerősökkel, barátokkal, egykori tanítványokkal és kollégákkal a könyvtár legutóbbi kincses ládájában, ugyanis a népszerű programsorozat előadása Tóth Ferenc néptáncpedagógusról szólt. A megjelenteket Deákné Tóth Veronika neves oktató lánya köszöntötte, akit arra kértek fel, hogy meséljen az édesapjáról. Én mindent köszönhetek az apukámnak, tulajdonképpen gyerekkorom csodáját, meséit, játékait, és hát mindenek előtt azt a fajta hihetetlen szeretetet, amit én tőle és az édesanyámtól kaptam. És azt gondolom, hogy mindez a tapasztalás, amely az én életemet körüllengte akkoriban, az a mostani felnőtt munkámban is remélem, hogy vissza tud egy kicsikét köszönni. Az előadás alatt számtalan kép került kivetítésre. Az ezekhez fűződő emlékekről mesélt többek között az előadó, de volt különleges része is a programnak. Szerencsémre megtaláltuk a Kossuth Rádió archívumába azt a beszélgetést, amit nem is olyan sokkal halála előtt folytattak vele. Így aztán tulajdonképpen ő fog beszélni a saját életéről, és ez lesz a vezérfonal, ez a riport. Ez egészül majd ki különféle fényképekkel, történetekkel. Benke Feri bácsi visszaemlékezésével, Füleki Mihály jó barátja visszaemlékezésével. A programsorozat tovább folytatódik. A következő kincsesláda november 10-én lesz délután 16:30, akkor Apa és fia címmel Vén Ferencről és ifjabb Vén Ferencről szól az előadás, szintén a kamarateremben.